אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 417, מתוך מאמר החירות, בכותרת השפעה וסביבה. אפשר לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, akkor nézed behatása. Felfoglaltjuk a Szabadság című kérdéseket feltenni. Meghallgatjuk a leckés során, illetve Michael Eitman Facebook oldalán is sugárzása kerül. A legfontosabb kérdésekkel foglalkozunk, egy bizonyos helyen létezünk, különböző minőségekkel, olyan különböző behatásokkal, amiket nem mi választottunk, nem a mi befolyásunk alatt áll, különböző karakterisztikák, különböző periódus, ahol megszülettünk, és ezeket nem mi választottuk, hogy minél inkább vizsgáljuk az embert és a természetét általánosságban. Akkor látjuk, hogy minden annak megfelelően viselkedik, hogy milyen adatok lettek bele táplálva, tehát mi a biológiai meghatározottság. Egyfajta belső programunk van, amire nyújtunk, és ebből az okból látjuk egyre inkább, hogy nem vagyunk szabadok. Nem tudjuk, hogy mi történik a következő pillanatban, milyen érzékelés ad meg nekünk, és az olyan, mintha nagyon sok lehetőségünk lenne a világban. Mert tehetjük ezt és ezt, mert nem ismert, hogy mi történik. De ez attól függ, ez csak azért történik, mert nem ismerik a jövőt. Vannak olyan emberek, akik elmondják a jövőt, és valóban ez be is következik. Tehát nem mindegyikük látja valóban a jövőt, de sok ember van. És be is jön, amit mondanak. De nem tettnek ellen semmit, az mindenképp megtörténik. Vannak bizonyos felfedezések, amik a tudósok meg tudják határozni a gondolatait, azelőtt, hogy az emberben ez valóban tudatosulna. Meg tudják határozni, melyik egy területen aktiválódnak. Több 6 másodperccel ezelőtt, vagy 10 másodpercekkel ezelőtt, mielőtt az emberben ez tudatossá válna. Tehát meg tudják határozni az agynak ezt a rendszerét. Tehát akkor mit jelent ez, hogy én? Mit jelent ez az enyém? Tehát valaki van bennem, aki generálja ezeket a gondolatokat? És ezért érzem, hogy ez a sajátom lenne? Röviden. Ezek a dolgok megmutatják nekünk, hogy az ember lehetséges egy program szerint működik, és lehet, hogy nem sokára programozható is lesz, különböző technikákat alkalmazva. Látjuk, hogy használják fel ezt az interneten, politikában, szociológiában. És még a kabbalisták is, akik a belső természeteket fejlesztették, azt mondták, különböző okokkal rendelkezünk, különböző okai vannak a bennünk való ember létezésére. És ami fejleszt minket, az a környezet. Különböző okok vannak, hogy miért itt
születek, miért ezektől szülöktől, milyen oktatást kapok. És amikor felnövök, belépek egy szélesebb környezetbe, ahol nagyon sok viselkedés és nagyon sok fejlődést kapok tőlük. Ez az, hogy befolyásolnak engem, és maga a környezet is fejlődik ezáltal. Hogy fejlődök én, és hogy fejlődik maga a környezet, mert ez kétszeres belső okok vannak, és két a belső és a külső okokon keresztül. És ezek teljesen bezárják az embert. És nem mondhatjuk azt, hogy egyén vagyok, mert akkor megkérdezhetjük, hogy ki vagy te. Te egy darab anyag vagy, a megszerzési vágy, ami ezen belül lett megteremtve, és a rezsimoknak megfelelően működik. Különböző adatok, különböző biteken keresztül. És később, amikor fölnősz, és nagyobb környezetbe kerülsz, akkor ez befolyásol téged. De honnan jönnek ezek a dolgok? Nincs olyan dolog, hogy valami csak úgy megtörténik. Itt kiderül, hogy az ember egyszerűen nincs tudatában, hogy minden, ami benne van, az kívülről jön. Ő csak egy darab hús, egy bizonyos fajta értelemmel és érzelemmel. Olyan információk halmazával, amik nem az övék, hanem különböző helyekről kapott szüleitől, gyerekkorán keresztül, az iskolában, és valóban ez az, ami meghatározza az ő gondolatait, a vágyait, hogy a minőségeit, hogy minek tudom egy fontosságot, minden egy eredmény. Ennek a négy faktornak, amiről beszélgettünk, ennek az eredménye is. Következésképpen az ember nem szabad. Van egy zárt rendszer a természetben, ahol minden összekapcsolt. Itt hol van itt akkor szabad választás? Valami képtelen kezdeni mozogni, mivel teljesen függetlenül, mivel más dolgokkal van összekapcsolva. Az életünkben szabadnak érezzük magunkat. De ez csak az emberi lényeknek tűnik így. Az alsóbb szintek, mozdulatlan növényi családi szintek vakon követik a természet parancsait. Ott az egyértelmű. Az állat sosem hibázik. Csak az ember követel hibákat. Ez az, amiért meg kell értenünk. Hogy mi van az emberben, hogy mik a gondolatai, mik az érzései. Mondjuk, hogy van itt egy terület. Van egy rész, amikor nem úgy érez, mint az állatok. És azt érzi, hogy szabad. Tehát itt mondjuk, hogy van itt egy rész, ahol ezek a gondolatok vannak, és ez okozza egyrészt ezek az érzéseket, amiről beszéltünk, másrészt a problémákat és a tévedéseket. De akkor hogy érhetjük el a létezés helyes formáját? Akár látjuk a különböző opciókat, és hogy viselkednek az állatok, a rendszert, ami teljesen determinisztikus, tehát teljesen meghatároz mindent. Nincsen lehetőség, nincs
Tehát nem létezik a természetben, hogy lehetőségek. A természetben erők vannak és kapcsolat közöttük. És ezek a kapcsolatok léteznek az összes szinten. Növényi, mozdulatlan növényi állati szinteken is. De ennek a felfedezés nem elég az ember számára. Mert neki van egy hozzáadott vágya és hozzáadott gondolata, amikor érzi magát, és szabadnak érzi magát. Mi az, amit elmondhatunk itt? Ami az alsóbb három szinteken létezik, azokat angyalnak hívjuk, soha nem hibáznak. Erők tiszták azok a szinten, a természet a megfelelő módon működik. De itt az ember, aki felül akar emelkedni ezen, és látjuk, hogy ennek eredményeképpen egy folytában hibázik, és egy nagyon nehéz életet kell élnie. A szenvedés folyamatos nyomása alatt. Hogyan vagyunk képesek ezzel ellen dolgozni? Hogyan vagyunk képesek felkészíteni magunkat, hogy valóban érzelmekben és értelemben is felemelkedjünk az emberi színre, hogy megtehessük ezeket a helyes vizsgálatokat, és láthassuk, hogy mi lett megadva nekünk. Mi ez az emberi szint, amit meg akarunk valósítani? Lássuk! Ez a számot Kabbalatának című könyvből a környezetbehatása. A második ok az megváltozhatatlan. Egy közvetlen ok okozati cselekedet, mely a forrás saját tulajdonságától függ. Azaz, ahogy mi ezt tisztázzuk a búzával, amely elrohad a földben, a környezet, amelyben a forrás található, mint a termőföld, ásványok, eső, levegő és a nap, az befolyásolja a vetést egy hosszú ok-okozati láncolattal, egy hosszú és fokozatos folyamattal, állapotról állapotra, ameddig ez meg nem érik. És a forrás visszanyeri korábbi alakját, a búzának az alakját, de attól különböző minőségben és mennyiségben. Általános tekintetben ők teljesen változatlanul maradnak, ezáltal semmilyen más gabona vagy zab nem nőhet ki abból. De az ő egyéni szempontjukból ők megváltoznak mennyiségileg, mivel egy búzaszálból egy tucatnyi, vagy akár két tucatnyi búzaszál nőhet ki, és minőségben is, ahogy azok jobbá vagy rosszabbá válhatnak, mint a búza korábbi formája. És itt ugyanazt találjuk, az ember mint forrás, az egy környezetben van helyezve, azaz a társadalom. És ő szükségszerűen befolyásolva van azáltal, mint ahogy a búza befolyásolva van saját környezete által, mivel a forrás maga, az csak egy nyers forma. Ezáltal a társadalom és a környezet által egy folyamatos kapcsolat által eszem, ami fokozatosan benyomást kap általuk, egymás követő állapotok láncáltan kerül, egyik a másik után, mint ok és okozat. Abban az időben azok a tendenciák, melyek benne vannak foglaltatva a forrásban, megváltoznak, és koncepciók formáját veszik föl. Például, hogyha a személy az őseitől a szükmarkúság tendenciáját örökli, ahogy ő növekszik, ő saját maga számára koncepciókat és ötleteket épít, amelyek döntően arra következtetése jutnak, hogy jó, hogyha a személy a szűkmarkú. Ezáltal bár az apja bőkezű volt, őtől egy negatív tendenciát örökölhet, hogy szűkmarkúvá váljon. Mivel valaminek a hiánya, az ugyanúgy egy örökletesség, mint annak a jelenléte. Vagy hogyha a személy az ősétől
azt a tendenciát örökli, hogy széles látókörű legyen, akkor ő magának ötleteket épít, és azokból azokat a következtetéseket vonja le, hogy jó, hogyha a személy a széles látókörű. De hol találja meg a személy ezeket a döntéseket és okokat? A személy mindazt a saját környezetétől veszi tudattalanul, mivel a környezet átadja számára a saját nézetét és tetszését egy fokozatos ok-okozati formában. Ezáltal az ember azokat saját tulajdonnak tekinti, amelyeket saját szabad gondolat alapján szerzett. De itt ugyancsak, mint ahogy a búzával kapcsolatban létezik egy megváltoztatatlan része a forrásnak, azaz, hogy végül a tendenciák, amelyeket ő megörökölt, azok ugyanúgy maradnak, mint elődjében. És ezt hívjuk úgy, hogy a második faktor. Kérdések. Értettétek ezt, vagy sem? Nem. Név arcával arra következtetek, hogy nem. Akkor olvassuk el még egyszer. Részletbe hatásom, hogy közül a számot. Második ok, az megváltoztatatlan, egy közvetlen ok-okozati cselekedet, mely a forrás tulajdonságától függ. Azaz, ahogy mi ezt tisztáztuk a búzával, amely erre a földben, a környezet, amelyben a forrás található, mint a termőföld, ásványok, eső, levegő és nap, az befolyásolja a vetést egy hosszú ok-okozati láncolattal, egy hosszú és fokozatos folyamattal, állapotról állapotra, ameddig az meg nem érik. És a forrás visszanyeri korábbi alakját, a búzának az alakját, de attól különböző minőségben és mennyiségben. Általános tekintetben ők teljesen változatlanul maradnak, ezáltal semmilyen más gabona vagy szab nem nőhet ki. De az ő egyéni szempontjukból ők megváltoznak mennyiségileg, mivel egy búzaszálból egy tucatnyi, vagy akár két tucatnyi búzaszál nőhet ki. És minőségben is, ahogy azok jobbá vagy rosszabbá válhatnak, mint a búza korábbi formája. És itt ugyanezt találjuk. Az ember, mint forrás, az egy környezetbe van helyezve, az a társadalomba. És ez szükségszerűen befolyásolva van azáltal, mint ahogy a búza befolyásolva van saját környezete által, mivel a forrás maga az csak egy nyers forma. Ezáltal a társadalom és környezet általi folyamatos kapcsolat által, a személy fokozatosan benyomást kap általuk, egymást követő állapotok láncolatán keresztül, egyik a másik után, mint ok és okozat. Abban az időben azok a tendenciák, melyek benne vannak foglaltatva a forrásban, megváltoznak, és koncepciók formáját veszik föl. Például, hogyha a személy az őseitől szűkmagarkúság tendenciát örökli, hogy ő növekszik, ő saját maga számára koncepciókat és ötleteket épít, melyek döntenek arra, döntően arra következtetése jutnak, hogy jó, hogyha a személy a szűk markú. Ezáltal, bár az apja bőkező volt, ő tőle egy negatív tendenciát örökölhet, vagy szűk markúvá váljon, mivel valaminek a hiánya az ugyanúgy egy örökletesség, mint annak a jelenléte. Vagy, hogyha a személy az ősétől azt a tendenciát örököl, hogy széslátókörű legyen, akkor ő magának ötleteket épít, és azokból azokat a következtetéseket vonja le, hogy jó, hogyha a személy a széles látókörű. De hol találja meg a személy ezeket a döntéseket és okokat? A személy mindezt a saját környezetétől veszi tudattalanul, mivel a környezet átadja számára a saját nézetét és tetszését egy fokozatos ok-okozati formában. Ezáltal az ember azokat saját tulajdonnak tekinti, amelyeket saját szabad gondolat alapján szerzett. Ez azt jelenti magyarul, hogy ezt a környezettől készít, de ez a folyamat ő is beépül, és mintha ezt maga a sajátjával teszi. Tehát ezáltal az ember azokat a saját tulajdonnak tekinti, amelyeket saját szabad gondolat alapján szerzett.
De itt ugyancsak, mint hogy a búzával kapcsolatban létezik egy megváltoztatatlan része a forrásnak, azaz, hogy végül a tendenciákat, amelyeket tömök, azokat ugyanúgy maradnak, mint elődjében. És ezt hívjuk úgy, hogy a második faktor. Tehát, amit megkap, akár pozitív vagy negatív formában, az nincs választása, csak reagál erre. A környezettől kapja meg ezeket a dolgokat. Minden ember a saját gyökerének, lélek gyökerének megfelel. Vagy a korporális gyökerének megfelelően. A második faktor. A szokás második természetté válik. A harmadik ok az közvetlen okozat, amely a forrást befolyásolja és megváltoztatja. Mivel az emberben az örökölt tendenciák koncepciókká válnak a környezet hatására, azok ugyanabban az irányban működnek, mint amelyeket ezek a koncepciók meghatároznak. Például egy olyan ember, akinek takarékos a természete, akinek a fukarsága tendenciája egy koncepcióval változott a környezeten keresztül, a takarékoskodást egy elfogadható definícióként érzékeli. Tegyük fel, hogy ezzel a cselekedettel megvédi magát attól, hogy másokra legyen szüksége. Ezáltal ő elérte a takarékosságnak egy bizonyos fokát, és amikor ez másoktól való függőség félelme eltűnik belőle, akkor képes a takarékosságot feladni. Ezáltal ő lényegesen jobban változott abba a tendenciából, amelyet ő ősétől megörökölt. És néha a személy képes teljesen megszabadulni egy rossz tendenciától. Mindez a megszokás által történik, amelynek megvan a képessége, hogy másik természeté váljon. Ebben az emberben az ereje erősebb, mint egy növényé. Ebben az embernek az ereje erősebb, mint egy növényé, mivel a búza csak saját privát részeit képes megváltoztatni, míg az embernek megvan a képessége, hogy a környezet ok és okozatai cselekedetén keresztül még általános részben is megváltozzon, azaz, hogy teljesen átfordítson egy tendenciát, és azt teljesen ellentétére változtasson. Rav, tehát van egy hozzáadott faktor, amit szokásnak hívunk, hogy az ember képes megváltoztatni magát. Ez egy kérdés, hogy az állatok olyan képesek ezt megtenni, vagy nem. Tehát a macskák kérdések erre. Hát nyilván nem. De úgy látjuk a körülményeket? De miért mondjátok, hogy nem? Rabbi? Jonathan. Ez a Rabbi Jonathan történetében hallottuk ezeket a példát. Mert egy új szokás vettek volna föl, amikor felszolgáltak, és megláttak az egereket, rögtön visszazuhantak a saját természetükbe. Tehát ez egy természetes módon működik. Látjuk, hogy működik ez. A kutya és a macska, akik egy házban laknak, egy házban viszik őket, egy idő után egymás mellett alszanak, és nem zavarják őket. Még a vadállatoknál is megtörténhet. Tehát ez szokás második természetté válhat. Dodja, te nem vino lo? Lo. Lama.
Dudi, értette ezt? Nem, miért nem? Nem értjük, hogy a szokás erősebbé válhat, mint a természet? Tehát ahogy hallottuk a történetben, a macskák szeretik az egereket. De a természet fölött az a szokás viselkedésmód, akik akár még vigyázhatnak is az egerekre, megadnak nekik mindent. Hogy ott alszak egymás mellett, vagy... Ez még az állatoknál is megtörténhet, és ezt hívjuk szokásnak, habitusnak, vagy viselkedés formának. Veszek egy cukrot, és lenyugodnak, és fokozatosan hozzászoktatod őket valami viselkedés formához. Lehet, hogy még ellentétes a természetükkel. És látjuk a változásokat. Tehát hogy magyarázod ezt meg? Én nem tudom, hogy magyarázod. Tehát akkor így olvasom még egyszer? להפוך את הטבע שלי. אני רוצה לקנות טבע, טבע שני. De nekünk, mi nem megváltoztatni akarunk a természeteket, hanem egy másik természetet akarunk elérni. Nem akarom én negatív tendenciáimat pozitívakra változtatni. Ez nem a korrekció útja. De a példák világosak, nem? Látunk bizonyos dolgokat a természetben. התפתחות האנושית עם הסביבה שאנחנו באים ל... נו, אם דומם אין... Látjuk, hogy az amerikai környezet mennyire befolyásolja az ember fejlődését. Mozdulatlan szinteken ez nem működik. A növényi szinten hozzá... Tehát a természetes szelekcióval hibrideket hoztak létre. Különböző formákat az állati szinten háziasíthatók, farkasokat és kutyák lesznek, kutyáká válnak hosszú távon. És látjuk, hogy hogy történik ez ezen a szinten. Azt látjuk, hogy az ember a szokáson keresztül nagyon sok változást okoz a természetben. És a háziasított állatok egyre közelebb és közelebb kerülnek az emberekhez. Használjuk őket. Tehát a természet, a szokás minden. És figyelmet kell fordítanunk, hogy az ember megtehet mindent a szokáson keresztül. Oroszországban látjuk, mi történt. Hát elvittek valakit 10 évre a munkatáborba, és akkor lejárt az ideje, elengedték volna, de nem akart elmenni. Ott akart maradni. Letelt a rabságának az ideje, de ő maradt. Miért? Mivel hozzászokott. Nagyon sok eset van, nagyon történet van erről. Olyan emberekről, akik egyszerűen nem akartak visszajönni onnan. De mi történt velük? Hát akkor képzeld el, hogy ott van semmi közepén, ahelyett, hogy visszajönne Moszkvába, vagy más modern városba. Egyszerűen nem akarta. זה מתוך הרגל. טוב לי כאן, אני רגיל, אני מרגיש. זה נותן לאדם אווירה פנימית, סביבה פנימית כזאת שהוא לא יכול להחליף. אחרת כולם היו רצים לכל מיני... זה טיפה שאטמוספירה יעד מג. עמית נהיז ועוד מג ועד עושת לי. גם כן אהבה. צריכים להבין שלפי ה...
Meg kell értenünk, hogy a szeretet is annak megfelelően, amit tudunk már és ismerünk, hogy a szeretet sem létezhet, tovább, mint egy rövid időszakig. Mert az egy ideig új az embernek, ezek bizonyos kalkulációkból származik, hogy ez a szerelemről beszélünk, bocsánat. Ez egy kalkuláció, hogy jó nekem, és jó neki is, ezt így megépítjük, de ez egy szokás alakulat kint, mert nincs itt semmi más. A szokás másik természeté válik, ez amit Rabas nagyon sokszor elmondott. És csak a szokáson keresztül építhetjük meg a rendszert. Túl, de ezek az egoisták, akik mi vagyunk, hogy építhetnék meg ezt a működő rendszert. És a legfontosabb dolog, hogy az élet egy kölcsönös engedmény a társadalomban. Egyfajtában engedményeket adunk férj, feleségnek, és tehát a házastársak, a társadalomban az emberek, és ezt hívjuk családnak. És csak hogyha ezek az engedmények léteznek, így épülhet fel a társadalom. Ha ez nincs engedmény, akkor nem működik. Tehát ha nincsenek engedmények, akkor 6 hónap múlva, 2-3 év múlva a házasság is tönkre mennek. Tehát látjuk ezt, hogy ez mennyire speciális manapság. A kutatásoknak megfelelően a házasságon nagy része, tehát 2 év után az emberek elkezdik elveszni az érdeklődéseket egymás felé. És hogy tudjuk, vagy értjük, ez még rosszabb lesz. Tehát írjátok le magatoknak, ha valami osztályt akartok nyitni, vagy családot alapítani a modern viszonyok között, ami majdnem lehetetlen. De kell, szükséges, hogy gyerekeket neveljünk és folytassuk, akkor tudnunk kell, hogy hogyan építsük föl ezeket a feltételeket a két ember között. Használjunk engedményeket és szokásokat. Ez nem egyszerű, de így épül fel a rendszer. A szokás valami olyan, amit fokozatosan dolgoznunk el, vagy ezt egyszer hozzászoktunk, amivel ez a második természet. Nem kell féljek tőle, hogy valami nagyobb örömet kapok és visszatérek az előző szokáshoz. Igen, ez szokás, magyarabb. Ez mondjuk, hogy valamit hordanod kell. Valamilyen ruhát. Vagy egy új étel íz lesz meg. Nyilván új ízeket kapsz ebből. Tanulni fogunk erről. De még egyszer. Olvassuk el, mert ezek a dolgok nem egyszerűek. Tehát még egyszer. A szokás másik természetté válik, mondják az oldalszámot. A harmadik ok az közvetlen ok okozati cselekedet, amely forrás befolyásolja és megváltoztatja. Mivel az emberben az örökölt tendenciák koncepciókká válnak a környezet hatására, azok ugyanabban az irányban működnek, mint amelyeket ezek a koncepciók meghatároznak. Például egy olyan ember, akinek takarékos a természete, akiből a fokasság tendenciái koncepcióval változott a környezeten keresztül, a takarékoskodást egy elfogadható definícióként érzékeli.
Tegyük föl, hogy ezzel a cselekedettel ő megvédi magát attól, hogy másokra legyen szüksége. Ezáltal ő elérte a takarékosságnak egy bizonyos fokát, és amikor ez a másoktól való függőség félelme eltűnik belőle, akkor képes a takarékosságot feladni. Ezáltal ő lényegesen jobban változott abból a tendenciából, amelyet ő őseitől megörökölt. És néha a személy képes teljesen megszabadulni egy rossz tendenciától. Mindez a megszokás által történik, amelynek megvan a képessége, hogy második természetté váljon. Ebben az emberek az ereje erősebb, mint egy növény. De Móza csak egy privát részét képes megváltoztatni, míg az embernek megvan a képessége, hogy környezet ok és okozati cselekedetén keresztül, még általános részben is megváltozzon, azaz, hogy teljesen átfordítson egy tendenciát, és ezt teljesen ellentétére változtasson. אל ההופכיות שלה. אם ירצה לעבוד על זה בצורה מכוונת, יוכל לעשות זאת. Hogyha ő dolgozni akar ezen, akkor megteheti. És ez mind szokás. Mondjuk látjuk, hogy... Tehát ki érti ezt? Te érted? Lior, érted, vagy nem? És kérdezni akarsz, hogy elmagyarázza nekünk? Amit értem, az egy szokás... Azt nem lehet kiírtani, vagy hogy írja egy bálaszulám. Néha meghaladhatja a negatív tendenciáit. És ez második természeté válik. Tehát nem is az, hogy megszabadult tőle, hanem a tendencia megmarad, de hogy ezt átfordítottak be. Igen. Tehát csak átfordítani, átváltoztani tudod. Nincs hogy próbáljam elmagyarázni, ezt egyszerű. De megértettük, hogy amit az elme megragad, az jó, mivel ha valaki megragad az elméjével, akkor ezt maga tudja építeni. Tehát meg kell értenünk a vágy alapjait, mert természet alapja. Tehát akkor próbáljuk meg egy szokást kialakítani, és megérteni, hogy hogy változzunk meg az új természetnek megfelelően. Hát mi a fajta feladat lehet itt? Azt nem tudom, bármi. Mutassatok a kezeteket. Tehát adjátok egy karkötőt neki, ami zavarja egy-két hétig, mert lehet, hogy nem is akar fölvenni, de egy-két hét múlva hozzászakik, és ez már többé nem zavarja. Ez tényleg a másik természeté válik. Minden, amit teszünk, a vágyunk ellen van. Tehát figyeljetek, a vágyunk ellen. De hogyha tízesekben dolgozunk, a reformál a fény hat ránk és befolyásol. És így a természet második természetté válik. Tehát hagyjuk, hogy a fény befolyásolja minket. Ez szóval mi olyan, ami a természetben létezik, ez a természet törvénye. Mi a törvény? A törvény az, hogy a fény befolyásol minket. Az, hogy előnyt adjon a természet a teremtményeknek, ez ezen a módon működik. Hogy ez a második szokása, tehát ez a szokás másik természetté váljon. Tehát van egy szokás, van egy fény, és változásokat okoz a természeten belül. Ja, tegyétek meg, és meglátjátok. Ez az, amit az ember... שאני מכניס את עצמי למצב שבו אני עושה
viturim, Tehát belépek magamtól egy állapotba, ahol különböző engedményeket teszek, és szokásokat érek el. És ezáltal megváltoztatom a természetem. De és még akkor is, hogy ez ellentétes, mint amit az elmém mond. Ez nem kell az elmét, miért kell hozzá? Na, tegyél engedményeket. Tehát bizonyosan ez a természet ellen van. Oké. Rav, kérdezni szeretnénk. Izraelben van egy könyvhét. Különböző kabala könyveket publikálunk. És az első kérdés, amikor a kabala könyvekről beszélünk itt, akkor van egy erő, vagy erőkost a könyvekben. Mondhatjuk el, hogy ez hogy működik, hogy adhatjuk át. A kabalista könyvek. Akkor működnek, amikor az ember egy belső kapcsolatba kerül vele. Ezt fessétek le úgy, mint egy gyógyszer. Amikor úgy olvassuk, akkor ez egy gyógyszeré válik. Ez írva a tisztartalmányának bevezetőimet. A kapisták könyveket állítottak össze, hogy felfedezzük a belső rendszert, a spiritus elhésen keresztül, ami irányít minket. Miközben olvasok a felső fényt közelebb hozzánk, ez befolyásol minket, és közel visz minket a jó állapothoz. Ezt hívjuk szegulának, gyógyszernek, ami a kabbalista könyvekben létezik. Ezek között is vannak ősibbek, nagyon nehéz szövegek. Vannak olyan szövegek, amik pontosan a mi időnk emberének lettek megírva. Jobban megérthetők, közel vannak hozzánk ezek a szövegek. Mivel a kapcsolat jobban működik az emberben. Különböző cselekedeteket teszünk, miközben olvassuk ezeket a könyveket, megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi van bennük. És ez megváltoztatja az ember sorsát. Egyikből a másikban, mivel nincs más eszköz, ami meg tudná szervezni az életünket, a reformáló fényt leszámítva. Csak az igazság tórája. Mivel a kabala könyvei és a kabala bölcsületében van egy erő, és ez az erő képes megváltoztatni a sorsunkat, az életünket, individuális módon is, és társadalomban, egész Izraelt. Biztosnak kell lennünk, hogy ezek a könyvek ott vannak minden házban, ahol csak lehetséges. Ez az, amit ajánlunk mindenkinek. Ez a lehetőség, amit megkaptunk a természet és a terjesztésre. Tehát vannak kabala könyveink gyerekeknek, vannak olyan könyveink, amit nem csak kabalára szólnak, tinédzsereknek, fiúknak, lányoknak, férfiaknak, nőknek, különböző típusú embereknek. Beszélni fogunk Facebookról, nagyon sok témánk van. Mindenki megtalálhatja és belefoglaltatja magát. Gyerekkönyvekről fogunk beszélni. Szeress fel a barátod, mint saját magad témáját hordozó könyvekről. És van egy kérdés, amit önök szeretne kérdezni. Akkor a könyvekkel kapcsolatban. Ami pontosan azok, amit itt tanulunk a reggeli leckés során. Az utóbbi években az emberek egyre kevesebb és kevesebb könyvet olvasnak általánosságban. Még az interneten is csak a szalag címeket olvassák el. Ez a generáció túl a jellegzetesség. De mi azt mondjuk is, és azt mondja, hogy
vissza kell térnünk a könyvekben található erőhöz. A Buka nyomtatott könyv maga, amikor tanuljuk ezeket a könyveket, van bennük egy különleges erő. A gyökerének megfelelően, ami létezik a könyvben. A Sefer Sifur ez írva van. Ez van egy koncepciója ennek a könyv kinyitásának Izraelben, hogy hogy tárultak fel ezek a dolgok. Ez nagyon összetett dolgok. És én ezért ajánlom az embereknek, hogy a könyvekből tanuljanak. Nyilván minden meg lehet az okostelefonon feltölteni, de még ekkor is a kinyomtatott könyvnek van egy különleges ereje. Egy másik dolog, ami különlegessé teszi ezeket a könyveket, Bálaszalám írásait, Rabosi írásait, még inkább illeszkednek a mi generációnkhoz. Miért? Mivel ezek a lelkek a mi generációnkban léteznek, Bálaszalám, Rabosi és én ezeket a könyveket mindennek a generációnak írjuk. Olyan könyveket, még pontosan mostani nagy közönségnek szólnak, és erre fókuszálnak. Tiszra tanulmánya, hogy a Etzhaim, az életfájáritól, a Zohar kommentár, minden ezekben a könyvekben, ezek mind ősi könyvek. Tehát ez azt jelenti, hogy az embernek megvannak a könyvei, amiket publikálunk. Bálaszulám írásai, vagy Rabosi írásai, akkor a teljes kabalát megtalálja ebben, a teljes kabalát bölcsejete bele van foglaltatva, és képes felemelkedni ebből a világból. Megtalálja, hogy hogy viselkedjen helyesen ebben a világban, és hogy építse meg egy környezetet magának. Utolsó kérdés. Tehát, hogyha vásárolok egy kabala könyvet a barátomnak ajándékba, csak hogy folytassam az előző barátom előző kérdését. Hogyan segíthetek neki az életben, gyakorlatban? Mit nyerhető ebből? Én nem láttam az okot, hogy ez nem változtatta az embert. Elkezdi megérteni jobban az életét, elkezdek megváltozni a minőségei az élet felé, kiegyensúlyozottabb lesz. Elkezdi látni a horizontokat, szélesebb horizontok nyílnak meg előtte. Elkezd másképp viszonyulni a gyerekeihez, a feleségéhez, jobban törődik velük. Ez felemeli az embert. Ez hasznos számára, hogy ezeket megvegye. Pontosan ezekben a mostani generációban a fiatalok, akik nem is ismerik, hogy kik a szüleik és a gyerekek, hogy kik a szülők. Tehát adjunk nekik egy ilyen könyvet, vagy csak hagyjuk ott, és lássuk meg, hogy mi történik, mert valóban megvédheti őket a különböző problémás utaktól. Tehát a könyvekkel kapcsolatban nagyon sokfajta könyvünk van, a főkönyveink, az eredeti Bálaszulám, Rabas írások. És ezt megszerkesztettük az ön szavaival. Könyveket is írtunk a közösségről, ami mindenkihez passzolnak. Gyerekeknek, felnőtteknek, a kapcsolatokról írtunk, az egészségről. Tehát megvannak ezek a... Köszönjük szépen! Bejelentések! Kabala alapjai kurzus indult ütörtökön, angol nyelven. Hívunk mindenkit, hogy csatlakozzon több ezer barátunkhoz világszerte, megváltoztassa az életét, és a következő szintre lépesse. Mondják a részleteket, mondják az internetes elérhetőséget.
egy különleges nyílt lecke, pénteken hívunk mindenkit, hogy vegyen részt, és a különleges étkezésen Rav Lajtmannal. Ezzel befejezzük, köszönjük, és egy csodálatos napot, és egy csodálatos estét mindenkinek. זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Mire lo que sucedió en Japón y Kazajstán Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine